Szerintem csak 10 lennénk nem lehet. Howdy! Más nem látok logikusni. Mivel ugyebár csak fegyverboltban lehet fegyvereket vásárolni. Legalábbis tudtam már. Ilyen General Store-ban meg ilyenekben nem. Ez a flótás meg remélhetően visszaadja a 200 dolcsimot, ha már vettem neki egy földet, nem igaz? Legalább annyi kijárna nekem. Vagy a felét, vagy valamennyit. Egy részét legalább adja vissza. Én azt mondom, hogy megérdemlem. De azt se bánom, hogyha nem kapom vissza, mert... így is egy kis szép pénzösszeg van a zsebemben. Na, barátocskám. Nem akarom lelökni a lovamban, az elég kínos lenne, hogyha meghalnám. Nem is öltem meg? Here, take the money. That old bastard's got a son living up in Blackwater. So I'd be real careful not to publicize this sale too much. Unless killing the entire families is a pleasure of yours, of course. Good luck with the property, McAllister. Yeah. Lord have mercy. $15. Ez rablás. Azért volt pénz a papírokon, mert ellöktem a csávot, és ez ölésnek számított? Nem mondd már, hogy ez ölésnek számított, ez szívás, ez nem ölés. De most komolyan, én csalódott vagyok, a játék átbaszott engem. Én csak fellöktem a csávot, mert nem akart távozni a birtokomról. Ennyi az egész. Én nem csináltam semmi rosszat. Vagy most őszintén én rosszat csináltam, csak fellöktem a csávot. Ez már gyilkosságnak számít? Mégis egy idős bácsi volt, nem, csak úgy ellöktem, mert hogy eltörte a nyakát, vagy betört a koponyáját, ki tudja, mindegy. Pár perc is elfelejtem az egészet, és a lelkiismeretem is tiszta lesz, szóval... teljes mértékben nem zavar. Ez az afroamerikai rózsaszíninges csávó, viszont egész gyakran látható, és még neve is van, csak már elfelejtettem. De majd itt Bonnie-eknek a... birtokán szerintem benézek a boltba, mert lehet, hogy mégiscsak lehet ott fegyvert venni, nem látnám logikusnak. Mert akkor miért lennének külön fegyverboltok, hogyha csak egy sima kis General Store-ban lehetne venni fegyvereket. De egy próbált megér. Hogy itt van. Hát az itt van. Egy pillanatra kételkedtem. Na barátom, történt, azt lehet venni fegyvereket, már nem. Na. Akkor megveszük a térképeket viszont. Ilyen olcsó lovakat lehet venni, azok nekem nem kellene. Na, ide ezzel a térképpel. Köszönöm szépen, uram. És mehetünk is tovább. Most a kutyát szerencsére nem ütöttem ezzel, mert mi a fene van. Visszahoztam a lovadat? Azt hiszem. Ó, zsír. Most viszont menjen meg, ki akarom lootolni a csávot, és félek, hogy a lovadra fogok felszállni. Na. Snake oil, az mire is jó? Biztos le van írva. Lássuk csak. Snake oil, információ. Á, Dead Eye Meter cuccost visszatölti. Elég olyan fura érzés méternek ejteni, meter, vagy... angolosan nem tudom, hogy kell most így hirtelen. Én meternek ejteném. Térképnek ezen részét nem szeretem, ez olyan... teljes mértékben nem hangulatos. Nem jó ez a hely. Viszont itt van egy másik mellék küldetés. Aki az úriember füvet szed, vagy nem is tudom. Virágokat. I've been gathering some flowers for my wife. She's waiting for me back in the cabin. That's very sweet of you. And we've been together 50 years now, me and my darling Annabelle. She's always loved these wild fever few that grow around this place. You know,
But she's getting on now in years, and it's hard for her to get up and about. So I wanna bring her a lovely bouquet for our anniversary. Well, I've seen quite a few flowers in my travels, if you'd like to help. Oh, yeah. Listen, these old fingers ain't what they used to be. Yeah, I'd love it. Sure, bring me any pretty ones you find, huh? Oké, ha ön hármat egy csomó virágban. Rendben, tesó, meg is van beszélve. Viszont most menjünk tovább Thieves Landingbe. Ahol szintén veszek egy házat szerintem, hogyha lesz rá pénzem. Csak ha lesz rá pénz. Meg ha már így errefele járok, akkor a virágokat felszedem. Rendben, te egy Wild Fever Fuel, és nekem kell... Na. De az is van, az is kell pontosabban. Akkor ebből még kettő. Yay! És elkezdtem ezzel a Survivalist Challenge-et is. Hát oké. Én meg nem tudom, mi a francot csináltunk. Az út az itt van, de... se baj. Erre már lehetnek vaddisznók is, tudtam már, akiket én nem szeretek teljes mértékben. Mert azokkal is vicces szórakozni. Na, this gentleman must be a mysterious stranger's friend. Perhaps you should give him some advice. Ezt kire mondod? Mire mondod? Most már mindegy. A lényeg az, hogy én itt megveszem ezt a házikot. Liar's Dice, az egy jó játék, csak szerintem korábban már mondtam, hogy bassza meg, azt a hölgyet meg fogják így gyilkolni. Meg kell mentenem? Hé, haver! Mit csinálsz te ezzel a hölgyel? Na, tudom, hogy egy angyal vagyok. Mindjárt fel is vágnak asszonymányt, nem úgy. Természetesen nem úgy. Hé, ne lelágass! Menj innen! Viszont valamit most írt a ruhákkal kapcsolatban a játék. Lássuk csak, hogy... milyen ruhákra cél az. Gentleman's attire. Ezt a ruhát én nem tudom, hogy honnan kaptam, mert ezt én még soha nem láttam, őszintén bevallom. Na. Venni kell egy öltönyt itt a Taylortól. Ezekkel meg majd később foglalkozunk, viszont majd átveszem azt a másik ruhát. Megnézzük azt az elegáns, vagy milyen ruha volt ez? Valamilyen gentleman's valami? Ha egyáltalán úgy hívták, kíváncsi, hogy hogy fest. És kaptam egy ilyen duster coatot is. Azt nem szeretem hordani, az ilyen bután néz ki. De menjél be körül, 100 pénz, az semmiség. És akkor még el is mentem a mi kis játékunkat. Felveszem a töltenyemet, ami kijár nekem. Király! És outfitek, te hogy festesz? Bár ilyenkor nem hordom a kalapomat. Oh boy! Én ezt a ruhát még életemben nem láttam. Szerintem ezt úgy aktiváltam valahogy, hogy most már úgy játszok ezzel a játékkal, hogy van Xbox Live-om, és ezelőtt még nem játszottam ezzel a játékkal, úgy... még fel sem voltam regisztrálva az Xbox Live-ra, amikor ezzel a játékkal régen játszottam. Inkább menjünk ezzel, mert nekem kell a kalap. Viszont ne felejtsük el akkor elmenteni a játékot. Eleve azért jöttem be ide. Majd akkor a mellék küldetésünkkel is foglalkozzunk. Mert a vízzel óvatosnak kell lenni, mert hát... valami derékig elmerülsz benne és már véged is van, vagy az állatot érinti és akkor van véged. A lényeg az, hogy egész könnyen meghalsz a víztől. Ez az ember viszont valami rosszaságot akar végbevinni. Na... discourage. Excuse me, mister. Yeah, what the hell do you want? Look, don't ask how, but I know what you're about to do. You don't want to do this. The hell are you talking about? You know what I'm talking about, mister.
I'm just here to say I don't think you should go through with it. Your wife, she loves you. Shit, mister. I don't know who or what you are, but I guess I'm grateful. I guess you're right. I was raised better than this. Don't mention it. Go on now. Yay! Inkább kihagynám, hölgyem. Kockázni most nem akarok bemenni. De akarok. Nem, mégsem akarok. Vagy akarok? Nem tudom. A kockázás bassza meg. Én függő vagyok. Kocka függő. A kockázás ebben a játékban az egyik legjobb időtöltés. És hol van a fegyverbolt ebben az átkozott városban? Azt mondta, hogy zárva van, vagy hogy nincs. Ha nincs, hogy itt nincs, ott van a fegyverbolt, szerintem zárva van. Rossz irányba futottam, ez egy pöppet kínos. És szerintem még zárva is lesz, szóval aludnom kell még, de előtte inkább csekkoljuk le. Ez a hely azért jó, mert itt akkor verekedek emberekkel, amikor csak akarok, mert itt nincs a rendőrség. Nem hiába van a településnek a nevében az, hogy tolvajok. Thieves. Akkor alszunk, ameddig kinyílik a fegyverbolt. Nem tudok mit csinálni. Nekem kell az a kurva fegyver, amit szerintem itt lehet megvenni. Ha már armadillóban nincs. Mert itt mindig borús az idő, szóval... Nem tudom, mikor van nappal. Most az ember arra tippálna, hogy már kezd nappalodni. Nem, hogy aludjunk még egyet. Mert elég lett volna, csak megnézni mondjuk az időt az órámon. Á, most már biztos nappal van. Jó, malac röfögér. Na, a kutyát ne... Már megint? Mi az, haver? Ó. Ó. Na, haver. Azt hiszem, megkötözünk és visszaviszünk téged. Bizonyám. Ilyenkor azt hiszem, több pénzt kapunk, hogyha élve visszük. Mert, ja, hogyha élve oda visszük. És lusta vagyok, felrakni téged a lovamra, szóval szépen odafutunk, szépen lassan. Csupán pár másodperc az egész. Közben megy ez a nagyon extrém muzsika. Én gondolom, ilyen mindennapi dolog, hogy megkötözött embereket cipelnek ide-oda. Hölgyem? Szegény flótás, nem kellett volna lopnia. Jó, még le is csúltek. Na, uram, azért jöttem, hogy kereskedjek. Lefűrészelt csövő. Túl drága. Springfield Rifle. A rifle-ket nem is szeretem ebben a játékban. Buffalo Rifle. Azt meg hosszú szenvedés után lehet csak megkapni. Sniper Rifle meg nincs is. A virágokat most nem adjuk el. A viszontlátásra, uram, a viszontlátásra, akkor nézzük meg, hogy a Taylornál el tudom megkölteni a pénzemet. Bocsásson meg, hölgyem. Ja, útban vagy, Ribbons. Na, mennyibe fáj nekem ez a szar? 70? Ezeket már szerezzem meg? Bandanára meg nincsen szükségem, mert soha nem fogok csúnya dolgokat tenni. Jóló! Maradt 17 dollárom. Csodálatos. Ilyenkor kell menni és játszani egy kicsi Five Finger Filet. Amit szerintem most meg is teszek, és aztán... Majd nem is, próbáljuk meg a kockázást. Egyszer most kockázok, úgyhogy felveszem, és aztán később... majd úgy... Ó, nincs is elpénzem. Aztán később, hogyha megint kockázni akarok, akkor szerintem kivágom. De csak most egyáltalán nincs is elpénzem, szóval szopom. Ne köst ki a lovodat, ezt akartam ugrani. John, légy átkozott.
Na mindegy, a most következő